A hazaköltözést követő napokban több helybéli ismerősét megkérte, szerezzenek neki lőfegyvert. A vádlott újbóli vallomására került sor a szolnoki törvényszéken abban a büntető ügyben, melyben a megyei főügyészség emberölés előkészületének büntettével vádol egy tiszarófi férfit. Az illető a vád szerint arra készült, hogy lelövi volt élettársát és a férfit, aki miatt a nő elhagyta őt. Míg dr. Nádor Zoltán bíró, valamint a vádhatóság képviselője személyesen, addig a vádlott a szombathelyi büntetés-végrehajtási intézetből, ügyvédje pedig a kocsiából telekommunikációs eszközön keresztül vett részt a tárgyaláson. A vádirat szerint a 46 éves férfi tavaly márciusban az egyik fővárosi büntetés-végrehajtási intézet fogvatartottja volt, amikor párja telefonon szembesítette azzal, hogy megszakítja vele a kapcsolatát, mert már nem szereti. Miután letette a telefont, többször hangoztatta az intézet falain belül, hogy valamilyen módon fegyverhez jut, majd pedig lelövi volt élettársát és annak új párját, a holtesteket elássa, elégeti, majd magával is végez. Nem sokkal ezután a férfi fogvatartotti kényszerintézkedését nyomkövető eszköz használatára enyhítették, ezért 2021 áprilisában hazatért Tiszarófra. A hazaköltözését követő napokban több helybéli ismerősét megkérte, szerezzenek neki lőfegyvert, mert le akar számolni volt élettársával és a nőt elhódító férfival. Elszántságában még azt is felajánlotta egyik barátjának, hogy neki adja Tiszarófi házát a fegyverért és a lőszerekért cserébe. Kérését azonban senki nem teljesítette. A vádlott többször meg is jelent annál a Tiszarófi háznál, ahová volt élettársa elköltözött. Ezen alkalmakkor azzal fenyegetőzött, hogy először vetélytársával végez, hogy a hölgy lássa, amint meghal a férfi, akiért elhagyta őt. A vád szerint tavaly április 13-án kést fogott volt élettársa új párjára, és megöléssel fenyegette, de végül letette azt. A következő hetekben pedig többször is megfenyegette a párt azzal, hogy megöli őket. Egy alkalommal azt mondta, hogy apja fegyverével végez majd velük, ami komoly félelmet keltett bennük, mert a községben ismert, hogy a vádlott apja hajdanán kétszer is belelőtt a barátnőjébe, amiért az el akarta hagyni, és a pisztollyal egy rendőrt is megsebesített. A főügyészség vádiratában fegyházban letöltendő szabadságvesztés kiszabására tett indítványt, illetve arra, hogy a bírósága többszörösen büntetett előilletű vádlottat zárja ki a feltételes szabadságra bocsájtás kedvezményéből.